szolgálunk és gyúrunk nyomozó iroda. Azonnali hatállyal egy nyomozás eljárását kérvényezem egy iskola tulajdonában lévő, súlyosan megrongált szék érdekében. Kérem mi hamarabbi válaszukat. El a Ladányi Szintjai Andrea. Tisztelt L.A. Ebben a kifejezetten sürgős esetben Kondi után megyünk. In black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on. Walk in shadow, move in silence. Guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back. Cause you never quite know where the MIBs is at. And night on the horizon, bright light into sight, tight camera zoom, and in your pending doom. But then, like boom, black suits fill the room up with the quickness, talk with the witnesses, hypnotize up, normalize up, vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please? Tisztelt L.A. A fennálló bizonyítékok értelmében küldjük a lehetséges elkövetők fényképét. Köszönjük kedves tanárainkat, diáktársainkat és minden kedves megjelentett szalagavató műsorunkon. Szeretnénk megköszönni Árva László igazgató úrnak, Burzó Mária, Kardosné Kecskeméti Katalin igazgatóhelyettes asszonyoknak, Seres Imre, Berger József igazgatóhelyettes uraknak, hogy elfogadták meghívásunkat. És köszöntjük körünkben Balázs József urat is. Köszönöm szépen. Műsorunk megtörtént eseményeken alapszik. Kérjük kedves tanárainkat segítségükkel járuljanak hozzá az este sikeréhez. Jó szórakozást kívánunk, és kérjük kapcsolják ki mobiltelefonjaikat. Thank you.
tulajdonában lévő súlyosan megrongált szék ügyében, ugyanis maguknak nem tetszett a nyomozás végeredménye. Na nem baj, 6. órán osztályfőnökén kíváncsian várom, hogy ki kellen indítottak nyomozást. Viszlát! 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 Jaj, ne vágjanak már ilyen arcot! Pista, 4 hónappal érettségi előtt nem kényelmesebb odabent? Van fájdalmasabb dolog is, mint a matematikában a szemben lévő szög. Jó, csináljunk összefoglaló feladatokat. Mondjuk sorozatok. Apropó, elemei vagy tagjai vannak a sorozatoknak? Pista? Most mindenki összehangolva. Tagjai. Egynek sorozat, amelynek első tagja P, differenciálja 0. Mik a sorozat tagjai? Valaki? 7. Nem őrültem meg, csak mondom a sorozat tagjait. Nyugi. Nyugi. Nem kerültem szépen. Jó. Akkor írják a következő feladatot. Jó. Egy sorozat minden tagja 25%-kal nagyobb, mint az előtte lévő tag. Mikor ég el a sorozat a 100-at? Azt akkor felírjuk. A n nagyobb egyenlő vagy 100, akkor a egyszer q az n-1-en nagyobb egyenlő vagy 100, és egyszer 1,25 az n-1-en nagyobb egyenlő vagy 100. Ez mi? Exponenciális egyenlet. Volt, ahogy hiányzott. Volt, de! Na jó, azt akkor mindenki megcsinálja a házi feladatnak, úgy ellenőrizzük. Na, mondjuk legyen egy irányvektoros egyenlet. Ami olyan, mint a disznó toros, csak ez irányvektoros. Jó, akkor. Példatár 1456-os feladata. Na, ha már itt vagyunk, akkor csináljunk egy másik feladatot is, mondjuk a 16-os feladatot, pont távolság az egyenestől. Akkor legyen a P egy pont, a mínusz 2V, az E egyenes, pedig a 2X mínusz 3Y plusz 28 egyenlő 0. Akkor ezt megmutatom, hogy hogy néz ki. Ez itt az E egyenes. Mondjuk ez legyen meg a P egy pont. Nekünk ez kell. Ez D. Angolosok előnyben D, mint distance. Tehát tanyasiak is előnyben. Ez a főút, ez a bekötő út. Jó. Hoztam ám én a dolgozataikat. Igen, igen, tudom. Mindenkinek nagyon rosszul sikerült, de azért kijavítottam. Már be is vannak írva, nem kell annyira meglepődni. Jó. Akkor kicsöngő előtt egy gyors térgemelkedés feladat. Legyen mondjuk egy kuk. Jó? Ez túl unalmas. Legyen egy csonkakuk. Na, hogyan csinálunk ebből csonkakukot? Hiá! Jó tetszik mondani. Mindenki figyel? Hiá! És kész a csonkakuk. Bocsánat, az asszony, nem veszem fel a táncolokat.
Gyönyörű volt. Tájföldön jártunk a mostani hétvégén, de a képeket már eltűntem. Ott van, megnézhetitek. Várj, jó, most pedig a doktorimat írom, hogy kérlek, szurkoljatok. Hajrá! Jó napot kívánok! Elnézést, tanárul, szabad lesz? Igen. Köszönöm szépen! Mit írt ki? Hát talán kikapcsol.
Egy meg érintel is hibája van, hol a szemétkosár? Ó, írjak, rajzolnak fel nekem két koncentrikus kört, kérem. Hűha! Szép! Tomi, ez mi? Ez nem kör, ez egy krumpli. Hát, nem vagyok elragadtatva. Egyedül Józsefnek sikerült, még neki kis ötös. A többiek elégtelen persze. Rendben, mehetnek. Annyira várnak, a matek érettségi napja, bár nem biztos, hogy mindenki várja, de valaki el sem fogadáig jutni. Na nem is baj, ennek örömére végig is az első feladatot, legyen az 1338-as feladat. Igen. Jó reggelt, tanárni. Jó reggelt, fickó. Sikerült látom elkésni, de már csak 4 percet. Látom, maga is képes a fejlődésre. Zicenzi! Hova jön helye? Nem áll. Mint ahogy mondtam, folytassuk az 1300. Jó reggel, gyerek őt! Látom, sikerült elkésni. De mit ígért nekem a múltkor? Remélem, a csaj nem késett. Jó, biztos nem késett, hiszen Pengöné tanárnő magát is elintézni. Üljön helyre gyorsan. Valaki még hiányzik. Andrea, legyen szíves, foglaljon helyet. Na, kezdjük is az órát rubintos gyöngyvirágai. Legyen az első feladat egy ismétlő kérdés. Oszi drágám, színusz 30 fok, az mennyi? Jaj, nem ártam állni. Ugye 3 meg 2? Na, lépjünk tovább. Jöjjön, mondjuk egy kis kombinatorika. Kedvenc! A hét törpe hányféleképpen mehet be a kunyhóba? Gréta? 7 faktoriális. Nagyon jó. És miért 7 faktoriális? Mert nem sorrendjéről van szó. Zenefüleimnek látom ezt az egy pontot sikerült megjegyezniük. Már elárulom az érettségi 100 pont van. Nem számít. Na, jöjjön akkor egy kis feladat. Nézzük, mire emlékeznek az egyenletekből, mondjuk egy Galina. Jó kislány. Tehát, mint amit mondtam, az egyenletek. Exponenciális egyenletek. Jöjjön az első feladat, 3 az x-ediken egyenlő 27-re. Nőce, hogyan kezdene ehhez a feladathoz? Hát talán még hozzá se kezdünk. Egy! A mókus rúgja meg! Hát az exponenciális egyenletek az érettségi első felében biztosan elő fognak fordulni. Ilyet gyerkőtök, ilyet nem szabad csinálni. Itt az a lényeg, hogy azonos alapra hozzuk őket. De jön az isteni szikra. Jön, eszünkbe jut a kef. Elég drága! Mi is ez a rövidítés? Kölcsönösen egyértelmű függvény. Nagyon ügyes. Biztos, hogy magának is? Nem ártam ennél. Jaj, Erik, tudja, hogy csak ugratom. Na, akkor üsse föl. Legyen egy kis logaritmus is. Potika drága, mi is az a logaritmus? Hát, már nem emlékszem találni. Egy cserkőc. Ez így nem fog menni. Mindig csak a csajozáson jár az eszed? Nekem sem szitja jár az eszembe soha.
Kettesen akkor a ritmus négyet meg? Kettő. Helyes. Látom, maga mindent tud. Csinálja meg az egész 11-es tankönyvet, plusz a munkafizetet. Még el leszünk itt az ismétléssel. Tehát nézzük meg a geometriát. Legyen egy derékszögű háromszög. Mondom, derékszögű háromszög. És akkor Tomás. Eljelöljük át, hogy itt Anna, itt Andrea. Mondjon egy számot rá, hogy mennyi legyen. Legyen mondjuk 97. 97. Akkor mentem férjhez. Ja, ezt maguk is akkor születtek. Magukkal egy idős gyerekem lehetne. Anya! Aj, Bence, az Isten mentsen meg ilyen gyerekektől. Látom, látom. Jaj, magának csak ilyet kívánok. Jaj, szegény lélek, már látom előre. Nem is baj, menjünk is tovább. Jaj, jut eszembe, Csipek Csapa. Kijavítottam a dolgozatokat. Óra végén megkapják. Annyit elárulok, eljön grammatúr sikerült. Na jöjjön a kedve, egy kis koordináta geometria. Olyan haloványan, mint a hajnali lepkefünk, nálam csak egy koordináta rendszer, amelyben felveszünk két pontot. Kréta, drágám, leolvasni a koordinátákat? Az A pont 1-1, a B pont 3-2. Helyes. Nikoletta, elmondaná a két pont távolságának közletét? A megfelelő koordináták különbségének négyzetösszege. Helyes. És most már hála a jóinknak, meg a fólia sárkónak, Nikiéknek, és már ismerjük a koordinátákat. Honnan kicsömjette? Ó, Istenem! De nem baj, azért azt még elmondom, hogy kihoztam ugye a dolgozatokat. Andrea, segítenek? Köszönöm. Ugye, ahogy mondtam, hát elég ramatúr sikerültek, de nem baj, mert ugyanúgy nem adom fel. Thank you.
On Nature Watch today, we're talking to Eddie Sherbaum, a leading researcher at the International Center for Conservation of Nature. It's true that over 50,000 species are today. And that's hard for some conservationists to deal with. Most pedig csináljátok meg az első nyelvtani feladatot. Nézd a második feladatot. Segíthetek esetleg? Minden órára szükséges a nevító. Okay, girls and boys, can we have a look? Not yet. Okay, I give you 1 minute. Okay, girls and boys, can we have a look? Mondanád az elsőt? Elnézést, tanárnő, de én nem értem a fűzőbeszédre. Ó, hát akkor nyissuk ki a füzetet és írjuk le. A függőbeszéd jelen és múlt időben van. Jelen időben nem változik. Kicsit a nem esetleg lassan. Egyen múltabb a kellemen. Leírtátok? Sajnos kicsöngette, de akkor jövő órán folytatjuk, jó? Jó lesz? Homework! A tanfolyam 112. oldalán az 1-estől a 10-es feladatot csináljátok meg mindent, valamint dolgozzátok ki a 9-es tételt, jó? Jövő órán ellenőrizzük, jó? Valamint, anekdózis. Hoztam nektek pár nyelvvizsga feladatsort, nem sok, de holnap megcsináljátok. Okay, girls and boys, have a nice day, goodbye. Frissen gyorsan, frissen gyorsan! Na, ugye múlt órán nem voltam. Az idegrendszer kérdezett el téged? Igen. És az előtt sem voltam, úgyhogy a mondjános elégzés is kész van. Igen, tudom, hogy minden rendben, akkor nézzük fel alatt fogadnak. Talán ő, becsukatnánk az ablakot? Nem, üdös van. Nagyon üdös van. Üdös van. Nagyon üdös, őszintén szerint. Ismételjünk. Eric, the rest runs due to you? Nem tudom találni. Szaktan, Eric. Nézzük egy csülébeket. Fototropizmus, agnézmus, letanítás? Senki? Ebből jövő héten dolgozatot írunk. Aztán ennél nem tudnám mutatni ezeket a fogalmakat? Hát persze. Hát úgy mondván, az úgy van, hogy... Húz, Erik! Nem tudom elmondani, mi a totok. Na, szóval ebben lesz a dolgozat. Most jöttem be a szaptanári. Tanárnő, be lehetne csukni az ablakot? Nem, kell a friss levegő. De mondjuk ez se segít. Na jól van, akkor... Kevés egy feleljünk.
szeretni magukat. Barna, mi lesz a tojásból? Valamafa? Elég segítsenek. Nem tudom tanálni. Nézzünk mennyebbet. Elég, hány lábú egy kutyára? Fogalmas is tanálni. Barna, segítsen. Valamafa. Úristen, egyenlényen marad. Elég. Egy egészséges életmódot, az hogy szoktál elég kiosztani? Pedig kár termelőt nem szól a csengő? Elnézést, nem.
De amúgy a neten elküldtem az anyagot, ugye? Aha, persze. És ugye? Persze. Nem néztétek meg, mi? Aljas kölykök. Na, akkor. Spárta, labirátus, HP, nyitott szem, meg tudod csinálni. Na, szépen csináljátok a feladatokat. Jó. Halka, csendben. Meg hiányzik valak? Elindultuk. Mindenki néma csendben olvas. Nem csak úgy csinál, olvas is. Látom a szemeket. Na, jó? Körkérdés. Egy. Mikor volt a lefelé? Régen. Könyörben milyen rég? Nagyon régen. Balna kérde, segítskedtek a balba. Jó, első kezd biztos nem jó. 1517. Köszönöm. Jó, Ildikó, egy könnyű kérdés. Mikor született? Sajnos. Napra pontos? Ezt nem hiszem el, Aggasztó is benne van, a Tanúk című filmben is megnéztük. 56.600-ot elmondtam, és nem tudja. Könnyen van. Na, mivel nincs időm befejezni a 10-es tankönyvet, igen, ezért dolgozatot fogunk belőle írni. Hétfőn Szent István, kedden második András, szerdán határjárás, csütörtökön Károly Robert, pénteken pedig eszét fogunk írni, mert az érettségi fele pont az eszéből van. Jó. Oszi, ha nem hagyjátok abba, egyik közöket örök számüzetés fogom ítélni. Köszönöm. Na. A 11-es volt, az emlékpontot fogjuk átvenni. Mikor is vagyunk az emlékpontnak? Szombaton. Belaksz, emberednék. Mivel 12-esek vagytok, ezért még több eszét fogunk írni. Bence, a lustaság öl, meg így. Jó? Na, innen fogom folytatni. Sziasztok! Állj, a fiúk egy szóra. Aki ebből az osztályból, az én osztályom lányai körül sündörőt, azt lezítem. Szoktam, de nagyon nyomja hát. Na jó, eddig ebből a beszédből menjünk tovább az anyaggal, mert le vagyunk maradva. Nem már. Na jó, de akkor gyorsan nézzétek el. Thank you.
perc van. Nem hiszem. Valósan adok egy kicsit hamarabb. De hát a barátnőm még nem is nézek. De a buszom az megy. Nem fognak meglátni? Segít. Na jó, van, de csak barna lehet, a többiek még maradjanak. Köszönöm szépen. Ne legyetek ilyenek. Következőt olvasok, mondjuk bukó. Tanárnő, mit fogunk ma csinálni? Csináljátok, amit akartok! Tanárnő, mehetünk? Hova? Hát a Szaliba! Akkor én is megyek! Ladányi Fittyai Andrea bűnös. Pengőné Cseh Ildikó bűnös. Szabóné Anton Henriett bűnös. Versegyiné Hillai Erika bűnös. Berger József bűnös. És Szitja István, ő is bűnös.
további bizonyítékok alapján dr. Zsuzsáné Kovács Katalint és udvari tündét felfüggesztem. Azonban minden tanárt sok szeretettel várunk a 30-as számú cellába az osztályszalag tűzésére. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. Have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh. This is the way you left me. I'm not pretending.
things on my mind. Can't get no rest, keep walking around. If I pretend that nothing ever went wrong, I can get to my sleep, I can think that we just carried on. This is the hardest story that I've ever told. No hope of love or glory, happy endings gone forevermore. Oh, feel as if I'm waiting. I'm not afraid, they can read all of
Emléket. Ekkor alkottunk új közösséget, melyet Marika néni terelgetett. Ám de első kirándulásunk során egyre sűrűbben figyelte az órát. S péntek délután 1:45-kor felkiáltott: gyerekek, nyugdíjas vagyok! Így hát 12. szeptemberében Ladányi vett minket kezébe. De történt ekkor még más változás, Versegéné vette át a magyar órát, kinek végtelen türelmét fölülmúlja a kedvesség. S a töri órákat Bogi néni helyett idén Ildikó néni nyerte meg, aki még ha ideges és vidám, adhatná át egy kis energiát. Számolásra Berger vett rá minket, és ő tanított meg fegyelemre. S ha ránk nehezültek a matek gondjai, rögtön mondott egy viccet cittjai. Telt múlt az idő, és 13-tól minket Szotyi már nem oktatott. Így véget értek képzeletbeli utazásaink, a világ gyönyörűséges tájain. Kati nénitől megtanultuk tesi órán, az egészség forrása a mozgás. Fölösleges kérni orvosi beutalót, Henni néni úgy is tudja, mi a bajod. És most 2014 táján előttünk a pályaválasztás. Számos szakmán elgondolkodtam, s hogy kik mivel is foglalkoznak. Mi szépet alkothat a cukrász? Jaj, csak felesleges kalóriák. Becsült ember a jogász. Ó, de hol itt az igazság? Másokért szolgálni ki tud? Orvos? Mérnök? Politikus? Ám mit ér, ha mindek tetteit a gazdag jólét követi? Amint gondolkodok egyre többet, rájövök, hogy igen, ő lehet. Osztályfőnök, így mondják. Ám valójában csak nekünk szolgál. Amit ő tesz, másképp nem lehet. Csak is szívvel, lélekkel. Tanítja a jövő nemzedéket, mégsem kap érte köszönetet. Nem mondhatni, hogy a pénz hajtja, sőt, a babér sem ő aratja. Sokat törődik az osztállyal, annál kevesebbet magával. S ha bármilyen bánatunk támad, arra biztosan keres választ. Így ezt mindenki tudja már, tanárnak lenni hivatás. Így most együttesen arra kérjük, nézze el nekünk, ami rosszat tettünk. Őrizze emlékül e vidám perceket, fogadja tőlünk e szerény köszönetet. De legalább, ha ránézsz! Elindultunk! Atlasz, nyitva!
csinál. Elindultunk! Ott lesz nyitva! De most ne... De most nekem bent van az ott lesz. Táncolj! Nyomjad! Elég, hogy tűnj róla!